régi hagyományként tartják számon a művésztanári hangversenyeket a kőbányai Kró György Zeneiskolában. 7 évvel ezelőttig tavasszal rendezték meg ezeket a koncerteket, 2010 óta pedig ősszel kapnak helyet az intézmény koncerttermében. Az iskola igazgatója szerint egyre nívósabbak ezek az események, mivel olyan művészek adnak elő ilyenkor, akik a magyarországi és a nemzetközi koncertéletnek is aktív résztvevői. A legutóbbi művésztanári hangversenyen Szél Rita azt is elmondta, 2011 óta a zeneiskola hatalmas utat tett meg, rengeteget fejlődött. 2010 óta rendszeresen tartunk ősszel művésztanári hangversenyt, de annak előtte is volt a kőbányai zeneiskolában hagyománya a tanári koncerteknek, akkor inkább a tavaszi időszakban. Én azt hiszem, hogy az a nagy újítás, hogy 2010 óta rengeteg új tanszakunk indult, és nagyon-nagyon sok fiatal művésztanárunk van, akik a magyarországi és nemzetközi koncertéletben is aktív szereplők, és az a nemzetközi koncertélet aktív részesei. Így úgy gondolom, hogy egészen más nívót emlegethetünk az iskola művésztanári koncertjei kapcsán. Hányan fognak ma fellépni? Hát statisztikát nem csináltam, körülbelül 20 tanár, ebben 3 vendégművész is van, 2 a népzenében, illetve 1 Gordonka művész vendéget hozott az egyik tanárunk. Ha már itt vagyunk önöknél az iskolában, mindenképpen fel szeretném tenni azt a kérdést, hogy ön véleménye szerint hová helyezni a rangsorban, ha nevezhetjük így, a zeneiskolák és a zenei életben sorában az önök iskoláját? Tehát mekkora presztízs mondjuk ide járni iskolába? Én úgy gondolom, hogy a kőbányai zeneiskola 2011-es névadásától kezdődően, amikor is Kró György zenetörténész nevét vette föl, egy óriási fejlődési utat járt be, és jár be mind a mai napig. Pont most az idei tanévtől emelték meg a növendék létszámunk maximumát. Most 1018 növendék jár az iskolába, 9 kihelyezett tagozaton, több mint 22 tanszakunk van, és ezek közül számos tanszak 2010 után indult el, tehát például olyan tanszakok, mint a brácsa, nagybőgő, vagy a fafúvós tanszakok, az oboa, fagottal bővültek, és teljesen új szakirány a népzene, illetve a képzőművészet. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fejlődő iskoláról beszélünk, most már 4 éve működik a Kró György Szimfonikus Zenekar, ami több mint 70 növendék tagot számlál, és egyébként nem rég érkezett vissza a zenekar egy prágai koncertkörútról, ahol a visegrádi négyekkel együtt koncertezett, akik szintén majd vendégeink lesznek. Az iskola az Erasmus Plus programban is részt vesz, ezáltal nem csak a magyarországi, de a nemzetközi koncertéletben is jelen vannak a tanulók, tette hozzá az igazgatónő. Egy nagyon aktív hazai nemzetközi koncertéletet folytatunk, és nagyon sokat versenyeznek is a növendékeink. És hogy mondjam el, hogy vannak olyan növendékeink évről évre, akik innen a zeneiskolából közvetlenül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre mennek. Azt gondolom, ez azért nem kis teljesítmény. Hogyan képzelik el a jövőjüket, mit szeretnének még elérni? Hát mindenképpen ezt meg kell tartanunk, fejlesztenünk kell, fejlődnünk kell. Rengeteg új hagyományt teremtettünk az elmúlt 7-8 év alatt, tehát ezeknek a működtetése is pont elég feladat. Hát nyilván nagyon jó lenne, hogyha a fenntartó az iskola épületet rendbe tudná hozni, hiszen ez a rekonstrukció, ez tervezve volt a kőbányai önkormányzat részéről, de aztán a változások következtében ez megállt. Mekkora összegű felújításról beszélünk, azt tudja? Hát én nem mondanék összeget itt a teljes épületet, mert ez egy 130 éves épület, ami nem volt soha felújítva, és nagyon sok új tanteremre lenne szükségünk, hiszen
vannak olyan tanszakaink, amelyek elhelyezése nem mondható kielégítőnek, nagyon kevés a zenekari, gyakorló a népzenészek elhelyezése, és hát bizonyos hangszereknél szükség lenne gyakorló termek biztosítására is, mint például a csembaló vagy a nagybögő, hiszen ezekből nem tudunk annyit vásárolni, hogy azt kölcsön adhassuk. Az iskola nem csak a diákjaira, de bizony a tanáraira is nagyon büszke. Ebből fakadóan rendeznek minden év őszén művésztanári hangversenyt. Ezeket évről évre Mácsai János vezényletével bonyolítják. A zenetörténész minden egyes koncert során olyan érdekességeket oszt meg a közönséggel, amikről addig csak kevesen hallhattak. A művek történetét jól ismerő zenei kommentátor legutóbb is egy különlegességgel szolgált. Nagyon izgalmas ez, hogy most már többedik alkalom, hogy módon van vezetni ezt a műsort, hogy úgy mondjam, illetve hát inkább azt mondanám, kisebb kommentárokat fűzni a darabok közé, amik hát orientálják azért a közönséget, meg persze van egy technikai háttér is, hogy szusszanásnyi időt ad a művészeknek, helyet tudnak cserélni. És hát annyira érdekes és színes és gazdag ez a műsor, hogy ezeket nem is nagyon lehet mivel összekötni. Tehát Telemanntól, Bachtól és még korábbi barokk zenétől kezdve Chopinen át, Scriabinon keresztül, egészen modern könnyűzenéig tulajdonképpen, és aztán a legvégén tradicionális módon népzenéig, minden van ebben a műsorban, hogy inkább arra gondolok ilyenkor, hogy egy-egy szerzőről, vagy egy-egy stílusról, vagy egy-egy műről lehet valami érdekeset mondani. És nagyon izgalmasan, különleges darabok is elhangzanak ma este, hogy csak egyetlen példát mondjak, Beethovennek van egy mandolin műve. Ez egy kis pengetős hangszer, ami hát ilyen könnyűzenei divat hangszerecske volt abban az időben, és sokkal korábban is. Hát nagyon kevesen ismerik, soha nem játsszák. Hát ilyesmit is megismerhet itt a közönség. Ön szerint hogyan lehetne, illetve kell-e, van-e szükség arra, hogy a már meglévő zenekedvelők soraiba még több embert bevonzunk? Hát abszolút szükség van erre. Egyrészt mindig friss húsokat kell bevonzani, fiatalokat, és hát hol máshol, ha egy zeneiskolába. Másrészt pedig, akik már régóta kacérkodnak a komoly zenével, vagy éppen Bartók rádiót hallgatnak, vagy járnak koncertre, azoknak is mindig izgalmas újabb és újabb történeteket mesélni, vagy információkat mesélni. Fejlődik a zenetörténet, és hát jelennek meg újabb munkák, sok kutató dolgozik, és hát mindig van valami izgalmas újdonság. Beethoven mandolinra és hárfára írt Ez dur adagioját Taraszova Krisztina adta elő zongorán.